Donald Trump tartja magát ahhoz, hogy nem ismeri E. Jean Carroll újságírót, miután egy New York-i bíróság elítélte szexuális zaklatásért és 5 millió dollár kártérítés megfizetésére kötelezte. Ugyan a nő szexuális erőszakkal vádolta a volt elnököt, aki most újra elnökjelöltségre pályázik, az esküdtség azt nem látta bizonyítottnak, hogy Donald Trump megerőszakolta Carrollt egy luxusáruház próbafülkéjében 1996-ban. Az ítélet kihirdetése után Donald Trump gyalázatnak és boszorkányüldözésnek nevezte a történteket, miközben zajlik egy másik per is ellene. Abban azzal vádolják, hogy elnökválasztási kampánya idején fizetett egy pornószínésznőnek, hogy ne beszéljen korábbi viszonyukról. Ügyvédje úgy fogalmazott, hogy ez egy furcsa ítélet, nemi erőszak volt a vád. Mindvégig így kezelték ezt az ügyet, és az esküdtség ezt elutasította, de közben meg mást bizonyítottnak vett. Természetesen fellebezni fognak, de lényeg, hogy a szexuális erőszak vádja nem állt meg, tette hozzá. Miután ez egy polgári per volt, Donald Trump ettől nem válik büntetett előéletűvé, nem kerül be a szexuális bűnözők nyilvántartásába sem, és jogi akadályt nem jelent újraválasztásában. Ugyanakkor nyilvánvalóan befolyásolni fogja esélyeit, főleg miután más ügyben is folyik eljárás ellene.